Sípszóra indul a testnevelés óra a Hódmezővásárhelyi futballpályán, iskolaidőn kívül is több száz gyerek sportol itt naponta. Az elmúlt években több száz millió forintot költöttek rá, elsősorban TAO pénzből, azaz cégek társasági adókedvezményéből fejlesztették. A pályát Hódmezővásárhelyi önkormányzati cége üzemelteti, ott nemrég úgy döntöttek, a hónap végén anyagi okok miatt bezár a városi stadion. De nem csak ez, lakat kerül a városi tévére, és veszélyben a strand is. Hódmezővásárhely független polgármestere szerint 6 milliárd forint adóssága van a városnak, ezt állítása szerint a korábbi városvezetés hagyta rá. Szerinte, mivel a fideszes többségű közgyűlésben nem működnek vele együtt, ezért azt fel kellene oszlatni. Erről tegnap írt közösségi oldalán. A helyi Fidesz erre úgy reagált tegnap, hogy a polgármesternek le kellene mondania. Hogyha ők azt szeretnék, hogy én mondjak le, akkor nekik is le kell mondani. És erre mekkora az esély? Én nagyon kis esélyt látok arra, hogy ezt a Fidesz most megszavazza, de a reményt nem adhatjuk föl. Hónapok óta tart a politikai adok-kapok. Lázár János a térség fideszes országgyűlési képviselőinek sajtósa például levélben javasolta a képviselőknek, hogy ne nyilatkozzanak pozitív témákban sem, mert az emberek még azt hinnék, hogy Hódmezővásárhely működik, ezt pedig nem szeretnék. Üres padsorok, a legutóbbi rendkívüli ülésre már el sem mentek a fideszes képviselők, a város így akkor nem tudott dönteni a költségvetés módosításáról. A helyi Fidesz elnöke szerint, ha a polgármester időben egyeztet velük, akkor ők együttműködőek. Szerintük nem indokolt a közgyűlés feloszlatása. Ez a testület, ez a polgármesterrel még egy évig építi a várost, sokkal nagyobb nyugalomban lehetőség szerint, mint ahogy. Tehát akkor nem oszlatják fel a testületet? Mérlegeljük, mint lehetőséget mérlegeljük, hiszen a mi támogatóink részéről is nagyon erős presszió van ebbe az irányba, de azt látjuk, hogy a városnak nem ez az érdeke. Havasi Katalin azt is mondta, hogy szerint a városnak van elég pénze a számláin. Márki-Zay Péter szerint a pénz mellé sok kifizetetlen számla is tartozik. A probléma az, hogy legalább másfél milliárd forinttal több kifizetni valónk van, mint amennyi pénz van, illetve be fog jönni év végéig. A polgármester pénteken a közgyűlés elé terjeszti javaslatát, a fideszes többségű képviselőtestület akkor dönthet a feloszlatásról.